Mi ez itt, Lili? Lili? Most a kamera jobban. Mi a neve neki? Mondd meg gyorsan. Néni, igen, de télapó. Télapó. Hamar eloszlik a félelem egy kis ajándék után. A finom szaloncukor és a Mikulás lehengerlő kisugárzása gyorsan megmelengeti a gyermeki szíveket. Szerdán korra reggel Adi várost népszerű pékség előtt maga a télapó osztogatta meglepetéseit, ami minden arra járó arcára egy kis mosolyt csalt a dolgos hétköznap kezdetén. Lapföldre érkeztem, szánnal jöttem. Nagyon hosszú volt az út, alig vártam már, hogy megérkezhessek, hogy a győrieknek az ajándékomat el tudjam osztogatni. Nagyon jók voltak most a győriek, úgyhogy nagyon sok ajándékot hoztam nekik. Az unokának egy szaloncukor, nagymamának pedig egy kávés kupon. Ezekkel az ajándékokkal kedveskedett reggel a Mikulás. Ezen a korai órán azonban még kevesen részesülhettek ebben a kedves fogadtatásban. Erről maga a piros ruhás számolt be híradónknak. Még kevéssel, még nagyon reggel volt, azért a gyerekek iskolába siettek. A felnőttek azért jöttek, de inkább siettek tovább. Úgyhogy várom őket szeretettel itt a Lipóti pékség előtt. És hogy fogadták azt, hogy korán reggel ajándékkal kedveskedtél nekik? Nagyon örültek nekem, sőt, még verset is mondtak, volt, aki verset mondott nekem. És nagyon jól esett, hogy verset mondtak. A gyerkőcöknek és a felnőtteknek az ajándék, a télapónak a vers okozott örömöt. Szerdán tehát egy igazán szép időszaka érkezett el az évnek.